Felsorakoztak a munkagépek, valamint a működtetésükért felelős szakemberek ma kora reggel a Halasi Városgazda ZRT telephelyén. Fülöp Róbert polgármester is megszemlélte a gépparkot. Mint mondta, új gépeket is üzembe helyeztek az elmúlt időszakban. Igyekszünk olyan gépeket megcélozni, amik több funkciósak, amik használhatók gyakorlatilag minden évszakban lévő kihívásokkor, és ezeket megpróbáljuk a város által megcélzott pályázatok keretében beszerezni. Az elmúlt években sikerrel jártunk, 2-3 alkalommal is tudtunk ilyen gépet a pályázatokhoz illeszteni, így ezekkel a gépekkel tudott bővülni a géppark. Vannak tehát újabb masinák is a rendszerben, és hát bízunk benne, hogy így el fogja tudni látni a városgazda azt a feladatot, hogy síkosságmentesítse a várost. A városvezetőnek Molnár Ferenc, a Halasi Városgazda ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást a lehetőségekről. A városgazda idén is igyekszik megfelelni a szeszélyes időjárás okozta kihívásoknak. Azokat a főutakat, meg azokat a közösségi részeket csináljuk meg, amelyeknél várható a nagy forgalom. Fölhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ebben az időszakban lehet, hogy nem autóval kellene közlekedni, mert sokkal veszélyesebb. Tényleg sokszor megéri azt a fél órát rászánni, és akkor az ember esetleg gyalog, vagy valami más eszközzel megy. Ilyenkor felhívjuk a figyelmét az üzlettulajdonosoknak, járdákat kezdjük el takarítani, bicikliutat takarítjuk le, meg a főközlekedési utakat. Tehát van körülbelül a városban egy ilyen 20-30 km út, amivel szoktunk kezdeni. Meg azért az előjelzések egyre jobban kezdenek működni. Tehát előfordul az, hogy mi már tudjuk mondjuk egy ilyen 4-5 óra környékén, látszódik a felhőtérképeken, látszódik a széljáráson, hogy itt bizony 7-8 óra, akkor ez lesz, az lesz, és akkor már sokszor 4 óra, akkor 3 óra, akkor alásózunk, és így tovább. De hogy tudni kell, hogy ez néha nem csak a pénz, persze fontos a pénz, hát egyértelmű, hogy ez rengeteg pénzbe kerül, de a másik szempont az, hogy ez mind-mind azért károsítja a környezetet. Ez a rengeteg anyag belemegy a csatornákba, nyáron az a probléma, hogy az átcsatorna eldugul, amikor jön az eső. A polgármester úgy gondolja, a feltételek adottak a gyors és hatékony feladatellátásra. Azt gondolom, hogy az az elvárható, hogy ha helyzet van, akkor essenek neki a munkának, és amilyen gyorsan tudják, kezeljék ezt, nyilván a belső területektől a külső részek felé haladva. De én azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy ezzel nem volt gond, akkor, amikor nincs kellő kapacitása a városgazdának, mert nagyobb mennyiségben érkezik a hó, akkor pedig külső vállalkozókat is be tudnak vonni. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben a rendszer ki van találva és működőképes, bízom benne, hogy a következő hónapok kihívásaival is meg fognak tudni birkózni. A tapasztalatunk szerint, amikor hirtelen esik egy ilyen 3-4 óra alatt egy 30-40 centi hó, akkor már nagyon nagy a baj. Akkor már egy ilyen 20-30 gép kell. De hogyha most visszagondolok egy ilyen 10 év ezelőtti állapotra, akkor volt 2-3 gépünk. Tehát azért ahhoz képest azért már ez jobb a helyzet. Az időjárás természetesen változott, most már nincsenek a nagy havak, de ezért volt már olyan február, amikor egész hónapban egyszerűen, tehát folyamatosan ott volt a hó, és nem tudtunk vele mit kezdeni, és ott is egy ilyen novemberre, decemberre ébredtünk, hogy fekete karácsony, stb. Január is még volt, hogy 10 fok, meg 12 fok, egyszer csak hirtelenjében egy olyan mínusz 10-es, meg mínusz 20-as reggelek voltak, és egyszerűen el se olvadt a hó, napközben a felső része megengedett, lefagyott reggelre, vagy a hajnalra, hát egyszerűen csak néztünk, na akkor volt baj.